ezekből a részekből. Az eredményes élet találkozó 2011. Ezekből lesz egy ilyen tudod, végtelenített videó a YouTube-on, tudod? Szia Péter! Moros. Jó reggelt, sziasztok! El sem hiszitek, milyen jó itt lenni. Dehogy nem. De hiszitek, jól van. Jól van. Látom, hogy ciánoztak. Anti jól van a vagy úgy is voltál? Mit kell mondani, hogy csökkenjen a létszám? Hani volt, vagy Józsi. Légy jó ember, meg ilyen. Ugye? Végre megmondtátok meg. Hogy? Ja, igen, múlt héten volt egy hatalmú előadás, és azóta mindenki átment oda. Hát a Janival beszélnem kell, az hiszem. Úgy értem, akartam ugye egy ilyen előadást, csak motiváció volt. Egy felvilágosító előadást szeretnék volna. Hogy Isten hozott mindannyiunkat, tényleg jó itt lenni, és remélem, hogy Kaut Gyurinak van egy üzenete. Ez az egyetlen reményünk. Obi-Wan Kenobi, te vagy az utolsó remény. Lehetsz amúgyra? Melyikötök az? Úgyhogy Tomi vállalta a szerepet. Jól van. Majd tartunk egy külön alkalmat a Csillagok háborújáról is. Anti tudna erről beszélni. Figyeljetek, Anti olyan előadást tartana a Csillagok háborújáról, hogy még élveznétek is. Értem, a végidők politikai és gazdasági fejleményei zanzásítva ott vannak a történetben. Az ördögi hadviselés és stratégia néhány eleme nagyon tisztán és nagyon láthatóan kiábrázolódik. Hát csak annyi, hogy Isten nem egy erő, nem egy dualista világban élünk, és gyerek nincsenek. Illetve hát várjunk a... Ahol bővel keveredtem. Ha csak analógiát akarnánk húzni. Nem, nincs olyan kategória, amelynek engedelmeskedik az erő. Okay? Tehát Isten nem engedelmeskedik senkinek. Mi engedelmeskedünk Istennek, minden teremtmény Istennek engedelmeskedik. Éppen ezért azok a filmek, amelyek 90%-ban igazat mondanak azért, hogy a mese hihető legyen, pont abban a 10%-ban hazudnak, ami a lényeg. A Matrix, ugye, a Csillagok háborúja, nem tudom melyik ilyen film van. Még ezek mind az önmegváltás, a te válsz Istenné, van egy erő, van egy háttérhatalom, amit te használhatsz, amit a saját igádba foghatsz, és azt a fő törvényt megtartva, hogy csinálj, amit csak akarsz, légy a magad ura, egy extra erőt kapsz. Ez az emberi önmegváltás és Istenné válás folyamatának egy új lépcsője. És ebben teljes egészében hazudik. Ezek a történetek ezért gonoszak. Ugyanakkor, hogyha azt a 10%-ot a helyére billented, akkor viszont sokszor zseniálisan látod ábrázolva az igazságnak bizonyos kategóriáit. Valahogy úgy, mint ahogy Jézus használt példázatokat, igaz? A példázat egy mese, ahol maga a mese, az hazudik. Oké? Okay? Tehát Isten országa olyan, mint egy háló. Oké? Okay? Mint egy halászhálója. Benne van a nagy hal, aki... Okay. Olyan? Hát nem olyan. Hát nem is olyan.
Hol vannak a csomók rajta, hogyha olyan, mint egy háló vagy. De amit el akar mondani, az a szellemi üzenet, az a központi gondolat, amit illusztrál vele, az viszont végtelenül igaz. És ugyanígy ezek a történetek néha olyan mélyen mutatnak meg valamit a valóságunkból, ahogyan talán nem is látok az előtt. Éppen ezért én szeretem őket. De nem szabad őket olyan módon szeretni, hogy az egészet megeszel. Pásztor Schellernek a csirkéje, igaz? A csirke. Szeretjük a csirkét, de a csontokat ott hagyjuk. De nagyon sokszor ezek a filmek nem csirke, hanem rendkívül apró szálkás hal. Ahol nagyon nehéz úgy enni, hogy egy pár szálka ne menjen le. Úgyhogy a gyanútlan étkező meg megeszi az egészet. És problémái adódnak utána. Oké. Imádkozzunk, az még segíthet rajta. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai alkalmat. Kérünk, hogy szólj hozzánk, hogy építs minket, hogy végezz egy mély munkát szívünkben, lelkünkben. Maradandó változásokat szeretnénk. Egyre közelebb akarunk jutni hozzá. Meg akarjuk ragadni az elhívásunkat. Egyre jobban meg akarunk ismerni téged. Egyre közelebbről akarunk téged követni hitben. Alig merjük kimondani, hitben akarunk járni. Megízleltük a te életedet, megízleltük a jóságodat, és nem találtunk nálad szebbet, nem találtunk nálad kívánatosabbat. A világ körülvesz minket sok csábító zajjal, sok csillogó kísértéssel, és még csak nem is mondjuk, hogy nem hat ránk. Hogy ne hatna? Futunk jobbra, futunk balra. De amikor megállunk egy pillanatra, és elcsendesedünk, akkor egy igazi kincset látunk. És ez a kincs, ez te vagy. Miattad vagyunk itt. Miattad éljük az életünket úgy, ahogy. És aztán te hozzád vágyakozunk. Haza kívánkozunk. Áld meg ezt a mai reggel, kent fel az üzeneteket, a szívünket a hallgatásra és engedelmességre. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Közel a vég, nem tudjátok, nem érzgetnek nem senkit, de szerintem titeket már nem lehet megérzteni semmivel, erősek vagytok. Több okból is, de az egyik, hogy ez valakinek mond-e valamit, de elfogytok az IP címnek. Attila bólogat. Tényleg az. Az IP cím, most nem erre akarok beszélni, csak... Az IP cím, az egy azonosító, minden egyes számítógépet, vagy telefont, vagy bármit azonosít az interneten. Tehát onnan tudja egy adat, hogy hova kell menni, hogy megvan az IP cím. Ez egy számsor. És ez jelen állapotban, amit használnak, az véges. És elfogadott. Nem lehet több.
Persze van pár üszükben árasztani. Van egy új szabvány, de azt még nagyon kevesen támogatják. És ez komik. Úgy értem, a mai gazdaság, a mai világ az internetből függ. Ha jól tudom, már céget alapítani se lehet elektronikus módon kívül. Csak úgy lehet. Érzed, hogy van. Valakinek meg kell oldani. Gyerek nagyon nagy probléma. Közel a vég. Köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a mai időt. Lelkesítő, bátorító üzenet. Nem. Ezt több ok miatt is csak mondtam ezt. Az egyik, sokat gondolkoztam, vagy Isten sokat mutatta meg nekem azt, hogy gondolkozz a mennyről. Most is kész. Most már csak az Antikrisztus segítettem. Nem most elsítsen. Hogy oké, nem tudom mennyit szoktál gondolkozni a mennyről. Bemész egy templomba, látod a freskókat, felhők, kis kufók, angyalok. Ugye tudjuk, hogy nem ez a menny. Azt hiszem, ez senkinek se unok. Remélem, hogy a mennyország az, ami egész más. Amit mi így szoktunk hívni, az igazából a mi életünk folytatása ezután a földi lét után. És nem tudom, belegondoltál-e, hogy megmutatunk tényleg, hogy átérted-e, hogy ez itt néhány évtized, és aztán jön egy váltás minden embernek. De pont jöttünk autóval, és láttam, hogy egy biztosító társaság neve az volt, hogy Grave. Még dupla véve, ami azt mondta, hogy sima véve vagy sír. Megnyugtató. Szeretnék nálunk biztosítást fölni. És de hogy tényleg minden embernek ez a vége. És ez nem kell, hogy depresszióra adjam okot, mert hálás lennek, azt hiszem, a hívők vagyunk, akkor tudjuk, hogy a folytatás az még ennél is lesz. Már lehet, hogy ez néha nem tűnik nagyonnak, de azért nem, szerintem nem, nincs egy panasza. És nagyon sokszor így belém hasít, hogy hű, az valami hatalmas dolog. Úgy értem, az életemnek a nagyja még hátra van. És ez valaki 80 éves és hívő, akkor ezt elmondhatja, hogy az életem nagyja még hátra van. És ez nem itt ezen a földön. És persze, ugye, igyekszünk, hogy jó állampolgárok legyünk. Ugye a romatizálunk tanít erre. Igyekszünk, ugye az országunk jólétéről, Jeremiás 29-ben tanít erről a Biblia, mert az országunk jóléte befolyásolja a mi jólétünket is egy értelemben. Persze, imádkozunk a királyokért, imádkozunk a miniszterekért, elnökökért, ahogy egyre mondtam, és kettő mondja. Persze, ez része az egésznek, de a nagyobb kép, úgy értem, és a nagyobb rész az akkor is a menny. Az akkor is ezután az élet után lévő rész. Már csak arányra tekintve is. Állítólag az végtelen lesz. Erre utal a Biblia, hogy ez végtelen. Legalábbis nem 80 év, nem 800, nem 8000, nem 8 millió, nem 800 millió, hanem még annál is több. Arra, nem tudom, csak mennyit szoktál ezen gondolkozni? És a Biblia azt mondja, hogy gondolkozzunk ezen. Én ezért hoztam fel. Mert ugye a Szabó Peti szokta ezt nagyon-nagyon jól tanítani, ugye, hogyha az ember tervez, akkor először a leghosszabb távú célt kell belőnie, értem, a legnagyobb célt kell belőnie, és aztán a hosszú, a közepes, hosszú, a közép és a rövid távú célokat mind az alá kell berendezni. De hogyha nem jók az arányok, és az igazi nagy cél nincs a helyén, akkor a többi se lesz a helyén. És azt hiszem ezért is mondja a Biblia, hogy gondolkozz a mennyen, gondolkozz az eljövendő korokon.
És a, ugye Sanyi szokott erről beszélni, pedig biztos emlékeztek erről, hogy, hogy ott mi nem kis röpködő méhecskék leszünk, meg kis angyalkák, hanem azt mondja, hogy királyok, uralkodók, örök korokon át. Wow. És ugye gondolj így magadra, és gondolj így a másik emberre. Segít például abba, hogy ne ítéljük el másikat olyan gyorsan. Segít abba, hogy meg tudjunk neki bocsájtani. Ugye? Te most egy királlyal válsz, te most egy királyt sértettél meg, vagy velem jön így. És csak néhány rész, ahol a Bibliáról beszél. 1 Korintusok 15-19-ben azt mondja, elérdekes, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ez kemény, nem? Szerintem. Nekem ez ilyen... Ez mit jelent, hogy ebben az életben reménykedünk Krisztusban? És itt a feltámadásról beszél. Arról, hogy Krisztus feltámadta, vagy nem. És aztán, hogy ha ő feltámad, akkor mi is felfogunk-e. És ez megint nem egy ilyen vallási fogalom, feltámadás, persze. Ezt is a egyházokban tanítják. Jó, de mi közöm nekem hozzá, nekem pénzt kell kerestem, el kell adni a családom, hogy engem a feltámadásra. De ez az életünk, és ez lesz a fordulópont, ez lesz a legnagyobb fordulópont minden ember életében. Az egyik az újjászületés, és aztán lesz a feltámadás, amikor ez a régi test lecserélésre kerül egy vadolt újra. És az most, hogy a fizikai halál után, vagy az elragadtatás után lesz, az csak Isten tudja, minden embernél, de kapunk egy olyan testet, amiben Jézus megjelent, ezt mondja a Biblia. Olyan testet, mint ami az övé volt. Ugye ő átment falakon, nem lehetett megsérteni, de ugyanolyan valós testnek tűnt. És ez egy fontos dolog. Miben van a reményed? Úgy értem, csak ebben a 80 évben mersz túl tervezni ezen, mersz túl gondolkodni ezen, átmered elérni azt a bűvös határt a gondolkodásodban, hogy egy kicsit túlnéz ezen. Ez, ha nem, akkor azt mondja a Biblia, 1 Korintusok 15-19. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Kolossi 3-ban beszél arról, ugye, hogy mi mennyei helyeken vagyunk. Ez egy helyzeti igazság, mert szerint, hogy Isten így lát minket most. A tapasztalatunk az jelen pillanatban még más, de amit Isten mond, ugye, az igaz. Ő az erő, a személyes erő. Ugye a csatok háborúja analógiájára. Ő az, aki mindent irányít, az, aki mindent kezében tart, és ő, ha ő mondja, akkor meg lesz. Ha nem mondja, akkor lesz. És ő azt mondja, hogy ti a mennyei helyeken ültök most. És nem tudom, hogy ez most csak egy ilyen, amikor azt mondjuk, hogy olyan, mint hogy leereszkedne a köd, és az meg mi az hoz. Oké, ez most valami bizonytalan, valami meghatározhatatlan, és egy kicsit igen az. De nem véletlen van a Bibliában ugye a hit fejezete, a zsidók 11, ugye, ahol definiálja a hitet, ugye nem látható dolgok létéről való meggyőződés, és a remény dolgok felől való bizonyság, vagy bizalom. És ott aztán elmond vagy 30 embert, aki így élte az életét, hogy hitt abban, akit nem látott. És rátett mindent. Ugye, nem tudom, ki kaszinózott. Ugye, rámered a tolni egy valamelyik számra, teljes vagyonod. Kiveszed a bankból, odamész, rátadod a piros 18-as, ha van ilyen, én nem rövelkeztem soha. Nem tudom. Rátadod. Vagy felteszed az utolsó lapra a bencsak. Vagy bejön, vagy nem. És mondjam, van olyan dolog, ami megér ennyit, hogy rátedd mindenet. Vagy ha igaz, erről beszéltünk. Én ugye csináld, vagy nem csináld. Jóda mester ezt mondta.
Jenny visszatért. A szellemiségi körülleng minket, nem vagy. Ugye, mikor a kis, lehet, hogy a birodalom visszabágnak, ugye, a képzi, ugye a Skywalker-t, és mondja, hogy de pedig én úgy próbálom, és nem megy, próbálom, és nem megy. Azt mondja, hogy tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld. És ez egy igazság, ami el van rejtve, vagy sok hazugság mellett, ez egy tök jó igazság egyébként, hogy tedd, told rá a vagyonot arra az egy dologra. De először győződ meg arról, hogy az érdemes arra, hogy feltenni az egész életed. És Isten egy ilyet kíván nekünk. És ugye az apologetika segít abban, hogy ezt ne így vakon, ne teljesen vakon, tegyük. Nem látunk minden, de Isten elég bizonyítékot adott arra, hogy tudhassuk, hogy akár racionális szinten is igazából tudhassuk, hogy mi az, ami megéri az, hogy odaadjam az életemért, és mi az, ami nem éri meg. Mi az, ami csak egy Hollywood díszlet, ami lebontanak hamarosan, és mi az, ami a valódi élet, ami nem fog elmúlni, nem? Mert ilyen a világ, egy Hollywood díszlet sajnos a nagy része. De ott van mögötte a valódi élet, ott van mögötte, csak mert túlnézni rajta. Mert túlnézni ezen az életen is. És ebben az életben is csodálatos dolgok vannak. Isten mindennel ellátott minket. Ugye föld, természet gyönyörű, a asztrológia, vagy a csillagok gyönyörű, asztronómia. Nem gasztronómia, a gasztronómia vételek, most összekeveredtem. Aztán van a gyülekezet, akik igazából most mi itt, fantasztikus emberek egymásnak ajándékai, de ennél sokkal több vár ránk. És Isten azt mondja, arra bátorít minket, és ez az üzenetem ma ehhez, ez a gondolat, amit szeretnék átadni, hogy mert még nagyobb a gondolat. Ugye ezt mondják, ugye Donald Trump, legnagyobb milliárdos szokta ezt mondani, hogy mer nagyba gondolkodni. De igazán nagyba ő sem mer gondolkodni, mert ő csak ebben az életben gondolkodik. De mi még nagyobba gondolkodhatunk, mi az örökké valóságba. És ez olyan nagy, hogy kicsit nehéz befogni. Tehát úgy nem fér bele a kis pár négy, amit van. De Isten szelleme valós, ugye nem az erő, nem az az erő, hanem egy sokkal nagyobb erő, az bennünk él, és ő tanít minket erre. És még Filippi 3.20-ban szerintem utolsó gondolatként az, ami azt mondja, hogy az igazi hazánk a mennyi, ahonnan a mi szabadítónkat is várjuk. Az igazi hazánk, az igazi otthonunk, ahova az útlevelet szól. Igazán, az igazi. Az az útleveled, amit nem kell 10 évente megújítani, hanem az az útleveled, amit megkaptál egyszer, amikor hittél Jézus Krisztusban, kaptál egy útlevelet, és az örökké szól, és az a mennybe szól, és azt mondja, hogy te oda tartozol, az a te hazád, az a te igazi otthonod. Itt egy nagy követ vagy. Az, ahogy Anti beszélt róla, nagyon-nagyon szuper üzenet múlt héten, hogy a mi legfontosabb feladatunk, hogy Istennek egy nagy célja velünk, az egyik fő célja velünk, hogy ő magát megmutassa a többi embernek. És ezt olyan embereknek keresztül végzi el, akik már ismerik őt. És aztán ez így megy tovább, ugye adjuk ezt tovább másoknak. És az, ami igazi hazánk. És a zsidó levél meg azt is mondja, hogy átutazók vagyunk. Pilgrimek, ugye ilyen vándorok, és ahogy ugye Angliából 17. században elindultak emberek az Amerikában, hogy megalapítsák a kolóniákat, és ugye aztán ugye a mai Amerikai Egyesült Államokat, és nyilván ők vándorok voltak,
és aztán megtalálták a hazájukat. Ez persze, ez csak egy hasonlat, de azt hiszem, hogy tényleg az igazi hazánk, ahova igazán tartozunk, aminek a kontextusában igazán kéne gondolkodnunk, az a meg, és mindent ennek rendeljünk alá, mindent ennek a fényében lássunk, mert többinek nincs értelme. Ugye, ha azt hiszed, hogy van, akkor olvasd a prédikátor könyvét, és akkor nézd meg, mit mond a világ legbölcsebb ember erről. Azt mondja, hogy minden hiába való a nap alatt. Minden. Ez van. De mi nem a nap alatt gondolkozunk csak, hanem a mi igazi otthonunk, a mi állampolgárságunk, az ami nem múlik el, amit nem lehet elvenni, az a mennybe szól. És tényleg azt mondja még itt, hogy onnan várjuk a szabadítónkat. A szabadító. Nem tudom, mennyire érzed itt, hogy van szükséged szabadulásra, dolgoktól, magadtól, mások hülyeségétől, így mondom. De leginkább a magam ostobaságaitól és a magam dolgaitól. És persze, nyilván van egy különöttük egy bukott világ, tehát hogy gyönyörű, de egy megátkozott világ akármi is. És ugye Róma 8-ban mondja ezt, hogy a lelkünk sóhajtozik és vágyik valamire, és igazából ezután vágyakozunk egy örökkévaló ország után, amely után vágyakozunk. Igen. Ahonnan várjuk a szabadítónkat. Aki már eljött, de most elment, mint a régi zsidó szokás szerint, ugye a vőlegény ugye megkérte a mennyasszony kezét, és utána elment, és nem mondta meg, mikor jön vissza. Nagyjából, de pontosan nem lehet tudni, és körülbelül így van ez Jézussal is. Mint hogy egy mennyasszony várja a vőlegényét. Úgy várjuk, ez egy bibliai kép, úgy várjuk mi, ami szabadít, aki Jézus Krisztus. És tényleg ez a gondolkoz. Úgy értem, hogy ha igazán valós, és igazán akarod élni ezt az életet, akkor ebbe a kontextusba kell élned. Mert attól, hogy van, hogy a nagy része nem látható, attól még valós, ugye? És ez a hit erről szól, hogy nem látom, de meg vagyok győződve, tudom, hogy valós, tudom, hogy létezik Isten, tudom, hogy ő milyen, tudom, hogy a Biblia az ő szó szerinti üzenete, tudom, hogy Jézus Krisztus a megváltó, tudom, hogy az élet több, mint ami látszik. És ez a hit, és ez hit által lehet. És Istennek így lehet tetszeni. Nem az áldozatokkal, nem a ostorozásommal, nem a gyónásommal, nem a bűnbocsátó céduláimmal, meg az összes több ilyen hülyeséggel, a bocsánat, hanem tényleg hittel, amikor te az alapján, amit mondott, azt te elhiszed, és az alapján éled az életed. Ez a legfontosabb dolog, azt hiszem, nekünk. Úgyhogy ennyit szerettem volna. Többen lettünk, jó. És hátulról, stikában bejöttetek? Nem jó? Be vagyunk zárva mindenütt, a technika körülvesz minket. Milyen jó gondolat ez, igaz? Még régen hallottam egy üzleti szemináriumon, hogy
egy nehéz sorsú férfi oda ment a Moszkva téren egy hölgyhöz, és kért tőle 10 forintot. És adott neki. És megjegyezte hozzá, hogy mindenki annyit kap, amennyit kér. És tudom, hogy ez a nehéz sorsú ember életében igaz-e. De ahogy Isten tanít minket, biztosan kihív arra, hogy kérjünk többet. Biztosan kihív arra, hogy merjünk többen gondolkozni. Ugye, ahogy Gyuri mondta, nagyobban gondolkozni. Néha, ha ránézünk az életünkre, akkor fel tudjuk sorolni a legfájóbb pontokat. És azt mondjuk, hogy bárcsak ki tudnám fizetni a számláimat. Bárcsak elköltözhetnék. Bárcsak találnék egy jobb munkahelyet. És itt vannak valódi nehézségek, amik a mindennapokban érezhető fájdalmat okoznak. És az azoktól való szabadulásra vágyunk. Néha vannak álmaink, vágyaink, hogy megvalósuljon egy életszínvonal, hogy eljussunk valahova, hogy megismerhessünk valakit, hogy birtokolhassunk valamit. Vannak vágyaink, és azt gondoljuk, hogy ha azt birtokolhatom, ha ezzel a játékkal játszhatok, ha ő vele lehetek, hogyha oda utazhatok, és ott lógathatom a lábamat a langyos tengerparton, nem, a forró tengerparton, a langyos vízben, akkor az élet egy új nagyságrendet ölt. És nagyon tetszett nekem, ahogy Gyuri feszegeti, és nem a Gyuri feszegeti ő csak, de ő is feszegeti, nem mindegy. Ahogy, tehát Isten nem is feszegeti, Isten azt mondja, hogy a remény, amivel élned kell, az a meggyőződés, nem naív várakozás, hó, talán reménykedem, tudod, ki tudja, mi lesz, de azért én arra számítok, hogy jó lesz. Nem ez az a remény, amiről a Biblia beszél. A remény az egy bizonyosság, egy meggyőződés, egy információ a jövőről, ami most még nincs meg, kialakulóban van, be fog következni, de nem kérdéses, hogy bekövetkezik-e, biztos. Remény, mint utazás előtt, megvan már a repülőjegy, be van pakolva a koffer, úgy értem, a gyerekek ilyenek, a feleséged ilyen, és már rongyosra lapozgattátok az úti kalauzt, hogy ott abban az országban, azon a helyen mi van, már tudod, már az illatát érzed a tengernek, már teljesen benne vagy. Remény. Oké? Délután ülsz föl a gépre, estére ott vagy, és holnap reggel már tengerzúgásra fog szépledni. Oké, ez lesz a holnapi valóság. Oké, nem kifizeted a számládat, hanem átkerülsz egy másik valóságba. És képzeld el, amikor ez a váltás, ez nem csak a körülményeidben következik be teljesen, drasztikusan és végletesen, hanem a te lényedet tekintve. Ugye, ha most elutazol Hawaii-ra, ott is csak egy nyomorult féreg leszel, már bocsánat. Ugye, tehát nem az a probléma, hogy Budapesten vagy a nyomorult féreg, vagy Hawaii-on vagy a nyomorult féreg, a probléma az, hogy egyelőre egy olyan testben élünk, egy olyan lény vagyunk, amely erkölcsileg, intellektuálisan, fizikailag és minden szinten nyomorult. Férgecske járó. Oké? Így szólítja Isten a hit egyik hősét. Oké? Vannak angyalok, van Isten, és vagyunk férgecske, Sanyi. És
És Isten óvatosan lépne, hogy rám lépne. De annyira vagytok, hogy hova lépni. És azt mondja, hogy ez a kiképzés ideje, ez a nevelés ideje, ez annak az ideje, ahol az a pici kicsi gonosz szívecske lecserélődik egy újra, amely olyan, mint Istené, amelyben kiformálódik az a jellem, ami Jézus Krisztusé. Mert utána a férgecskéből egy király lesz. Az üresség átadja a helyét a teltségnek. Isten élete ott van benned, és amikor üdvözülünk, amikor átlépünk az örökké valóságba, akkor permanensen, folyamatosan és végletesen kifejeződik. Olyan leszel, mint Isten. Olyan tested lesz, olyan hatalommal fogsz élni, nyilván az őneki való teljes alávetettségben és a vele való teljes harmóniában. Mint ahogy harmóniában van velem a jobb kezem. De a jobb kezemnek olyan hatalma van, mint nekem. Tudod, mit tud ez a jobb kéz? Mindazt tudja, amit én. Látni nem tud, nem az a dolga. De ha látni akar, megkérdezi a szemtől, hogy mi van. A szem átadja az információt. És bár a kéz nem lát, olyan pontosan megfogom azt a kis műtyűrt itt az asztalon, mintha látnám. És látom is a test másik részével. Az emberiség önmagában egyénenként olyan lesz, mint Krisztus, és egy természet feletti kapcsolatban, Istennel és egymással összekapcsolódva, nem is tudom, erre hihetetlen. Oké? Okay? Ezt mondom, mindig Superman egy bohóc. Ahhoz képest, ami közülünk a legkisebb és leggyengébb, a legutolsó lesz. Reménység. Egy új élet vár rá. Ez itt egy rosszul sikerült kirándulás. Szakad az eső, patakmederbe állítottad fel a sátradat. Persze azt akkor még nem tudtad, csak az eső után. És elfogyott a kaja. És csónakkal hoztak ide. Csak jövő hétvégén jönnek vissza. Ez ilyen. De a remény, a jövő, ami vár rád, az nem valami olyan, amit te találsz ki, és amiben jobb hiány belekapaszkodsz, hanem egy valóság, amelyre számíthatsz, számítanod kell. Isten azt mondja, hogy hit, remény és szeretet 1 Korintus 13 végén. Ez a három marad meg. És persze a legnagyobb a szeretet. Ezekből áll össze egy ember élete. A hit, a meggyőződés teljes rendszere Istenről és az ő valóságáról, amely most van és ki van jelentve. A remény, amely a meggyőződéseket teljes rendszere Istennek arról a valóságáról, amely számunkra még a jövőben van, és a szeretet, amely összefog mindent, amely a viszonyulási mód Isten és az összes szabad akarattal bíró lény között. A válasz a hogyanra. Muszáj, hogy így éljünk. Miért? Mert a Prédikátor könyve mondja, talán 8-ban, és mindjárt Efezusiakhoz írt levelet fogjuk olvasni. De tényleg 8, hű, figyeltétek, tudtam. Nem hittem el, hogy tudom, ezért 90-ben kezdtem el keresni. Az ember nem tudja hatalmában tartani a szelet, bezárni sem tudja a szelet. Be tudod zárni a szelet? Van-e olyan ember, aki be tudja zárni a szelet?
Van-e olyan ember, van-e olyan hatalom a Földön, amely hatalmában tudja tartani a szelet? Ugye a legnagyobb durranás, amit csinálunk, az az, hogy valahogy hasznot húzunk belőle. Kérem, szélenergia, vitorlázás. De amikor úgy igazán jön, és hurrikánnak hívják, akkor csak menekülünk, és óriási veszteségeket pénzelünk el. Senkinek sincs hatalma a szél fölött. Így élünk most. Ez az egyik alapüzenet, amit el kell, hogy ismerjünk. Hogy mi emberek picik vagyunk. A teremtésünknél fogva. Nem az ügyességünknél, vagy ügyetlenségünknél fogva. Nem annál fogva, hogy te jobb vagy-e, vagy én. Jobb vagy-e, vagy rosszabb, mint én. Hanem a létünknél fogva kiszolgáltatottak vagyunk. Nincs hatalmunk fölötte, és utána jöhet egy felsorolás. És hidd el, az a felsorolás, ami tartalmazza mind azokat a dolgokat, amik fölött neked nincs hatalmad, az hosszabb, mint gondolod. Biztos, hogy hosszabb annál, mint amit tanítottak neked. Az egy nagyon hosszú lista. Nincs hatalmunk. Nincs hatalmunk. Senkinek sincs hatalma. Persze ez egy szégyenletes dolog, ezért azt hazudjuk, hogy van. Ezért olyan filozófiákat gyűjtünk magunk köré, amellyel annak a fájdalmát, hogy kiszolgáltatott, nyomorult kis lények vagyunk, csillapítani tudjuk. Imádom a Matrixot. A Matrix az egy kedvenc filmem. Mert a Matrix arról szól, hogy a valóságot, amely körülvesz, egy ponton legyőzhetem. Egy ponton felülkerekedhetek. Persze képeznem kell magam, persze egy titkos tudás birtokába kell, hogy kerüljek. És ti is ezért vagytok itt. Tudom, mert remélitek, hogy nálam van a kulcs, hogy két tabletta közül választhattok. Hopp, benn van, belenyúlsz a tükörbe, és felébredsz. És onnantól a növekedés, a hatalom átvétel, a megszabadulás, az önmegszabadítás ösvényére léphetsz, amelynek a vége hatalom, szabadság és dicsőség. Igaz, hogy milyen jó lenne ez? Nem. 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 Senkinek sincs hatalma a szél fölött. Senki se tudja bezárni a szelet. Isten a végső tekintély. Amit ő kiegyenesített egyenes, amit elgörbített görbe. És nekünk embereknek alá kell vetnünk magunkat. Nekünk embereknek fel kell ismernünk, hogy az élet egy olyan hely, amely alázatot és megtörtséget követel. Nem uralkodást, nem felülkerekedést, nem feltörekvést, hanem fejedhajtást, aláereszkedést. Nem kijelentéseket, hanem kérdéseket. És a kérdésekre kapott nagyon-nagyon jó válaszokat, és a nagyon-nagyon jó válaszok birtokában döntéseket, és aztán a helyes döntésekkel mégiscsak hatalma. Péter azt mondta a béna embernek, hogy pénzem nincsen, de amin van, azt adom neked, kelj fel, és járj. És felkelt, és járt. Mózes ráütött a sziklára, és víz fakadt belőle. Mózes! 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 Ott áll a vörös tenger előtt. Hogy értem, ez nem sci-fi. Ez nem egy dajka mese. Jaj, vasárnapi iskolán vagyunk, a Sany Mózesről beszélünk. Olyan aranyos. Anekdotázik. Nem! Valódi történelem. Úgy értem, ha ott lettél volna, akkor érezted volna a szíved. Úgy értem, az egyiptomi sereg jön utána. Mint hogyha visszaléptünk volna a második világháborúba. És egy Auschwitz, vagy egy Auschwitz menekül, oké? Okay? A tábor valahogy talált egy utat, jött az egyik rab. Az egyik rab besétált, és nem ölték meg, te se érted. És egyszer csak azon veszed magad, hogy az őrök szeme láttára pakoljátok a cuccokat, és nyitott kapun kisétáltok. Oké? Okay? Ugye te az előbb még, ha eltűnt egy fél kenyér, akkor az egész tábort
kivezényelték, és minden másodikat fejbe lőttek, amíg nem jelentkezett az, aki megette azt a fél kenyeret. És most ugyanamellett az őr mellett sétálsz el, és viszed az egész kenyeret, és nem lő rá. És egy kilométer, két kilométer, három kilométer, és egyszer csak hallod a szirénát. Tudod, autókat indítanak, losz, losz! Tudod, és a sétatempóból kocogás lesz, a kocogásból rohanás, és jönnek utánad. Oké? És egyszer csak bekerülsz egy zsák utcába, és a hang egyre hangosabb. Előtted egy tenger, jobbra szikla, balra szikla, és nincs hova menni. Félvécske járkó. Hol a hatalmad a szél fölött? Hol van a te hatalmad, ember? És Mózes, aki ismerte az Urat, aki engedelmeskedett neki, aki nem egy önmegvalósító program egyik sztárja volt, tudod, megírom a Hogyan légy jó vezető 10 pontban című könyvet, és simán lemásolod, hanem valaki, aki csak közel húzódott Istenhez, aki Egyiptom hercege volt, de aztán alázatot tanult 40 éven keresztül a pusztában. Hogyan akarsz naggyá lenni, herceg? Csak a tesómat kell kinyírni, akkor én leszek az első számú örökös, fater már nem bírja sokáig, és én leszek Egyiptom fáraója, a világ egyik legnagyobb ember. Ez a világi modell, oké? Okay? És persze kiképezték, persze tanult, persze lehet, hogy nem akarta kinyírni a tesóját, de van egy növekedési, egy fejlődési minta, amit a világ mutat nekünk. És van egy, amit Isten. És Mózes menekült Egyiptomból, mert megölt egy egyiptomot. Az a rendszer nem tudta őt befogadni, hibázott benne, és a rendszer elkezdte üldözni, és menekülnie kellett. De hát arról volt szó, hogy én vagyok itt a második ember, a harmadik ember. Arról volt szó, hogy én itt leszek valaki. Azt ígérted, világ, hogy felemelsz engem. Azt ígérted, hogy boldog leszek. Azt ígérted, hogy élhetek. És most menekülök. Részben önként, részben kényszerből. És ott találom magam birkák mellett a pusztában. Nem is olyan rossz. Nem is olyan rossz. Nyugi van. A legnagyobb stressz az az, hogy arrébb kéne terelni őket egy olyan helyre, ahol még nem legeltek minden. Ki vagyok, ma is menni kell. Jó? És Mózesnek van ideje gondolkozni. Mózesnek van ideje az életet újraértékelni. Nekünk nincsen ilyenre időnk. Nem viccelj. A menet kell melózni, a gyerekek, nem tudom, bevásároltál-e, a mosásról tudsz-e, hogy mire hazaérsz, a mosás még mindig vár rád. Hát milyen dolog ez, hogy nincs kimosva? És az élet megy, tudod. És mi az, mind gondolkozok? Azon gondolkozom, hogy érek oda? Hogy nem kések el? Tudod, idegesít, hogy beszélsz ilyenekről, hogy álljak meg. Mikor állhatnék meg? És Isten kivisz a pusztába. Mózes 40 évig. És mire onnan visszajött, besétálhatott Auschwitzba, kivihette a népét, megállhatott a Vörös-tenger előtt, és Istennek engedelmeskedve kinyújthatta a botját, és olyan csoda történt. Egy olyan természet feletti jelenség, olyan hatalom nyilvánult meg, amit ha Mátrixba beleraktak volna, túlzásnak tartottak volna. Ez már sok. Ez sok volt, tudod. Röpködni az még oké, de ez a Vörös-tengeres rész, ez sok volt. Remény. A valóság rólad, és az út, ami oda vezet, más, mint amit mutatta. Remény. Évele. És ne állj ellen a folyamatnak. Ne állj ellen a folyamatnak. A puszta egy jó hely. Hogy értem a puszta? Szerintem a puszta az egy jó hely.
Hányan szeretnétek menni a pusztába? Csak nem engednek, túl sok a dolgod itt. Értem, tessék? Onnan jössz. És ki nem engedi, hogy menni a pusztába? Ki nem engedi? Nem engedik a vállalásaink, nem engedik a hitünk, az a meggyőződésünk, hogy engedelmességre kötelezett szolgái vagyunk ennek a rendszernek, az elkötelezettségünk, egy álom, egy jövőkép iránt, lehetne így mondjam, hogy a vágyaim. Én elterveztem, hogy én leszek Egyiptom második embere, és nem mehetek el innen, mert elhittem, hogy az életem ide köt, és így tovább. Információ köt minket ide, meggyőzés, és aztán a saját vágyaink, és a saját félelmeink. És Isten elvisz a pusztába. Újra írja az életünket, újra írja a felfogásunkat. Megszabadít. És a pusztában szabad emberekké válunk. A pusztában megnyugszunk. A pusztában elcsendesedünk. A pusztában lehet, hogy nincs ott Egyiptom csillogása, de ott van minden, ami kell az életre. Én azt gondolom, hogy a pusztában az élet jobb, mint Egyiptomban. A puszta az nem a nyomorúság helye. A puszta az a hely, ahol nem a világ rendszere, ennek a világnak az értékei, és nem is tudom, vágyai, kötelességei vesznek körül, hanem ahol te vagy, a valóság, amit Isten teremtett, és Isten. Ez egy jó képlet. És aztán visszamehetsz Egyiptomba. Egy céllal, egy feladattal. És dolgod lesz ott. El kell hozni a népet. Néha nem kérünk eleget. Néha csak bütykölni szeretnénk a rendszeren, miközben Isten leszeretné cserélni. Alapvető váltást akar. És értem, valahol értem a régi korok szentjeit, akik kivonultak. Remeteként éltek. Nem biblikus kép, de valahol értem, hogy miért lesz valakiből apáca, vagy miért lesz valakiből hogy hívják ezt? Szerzetes, így van. Valahol értem. Valahol értem. Kissé önző álláspont, ha sokáig tart, mert célunk van itt. Mi vagyunk a világ világossága. Megmenekülünk, de aztán, amikor meggyógyultunk és kiképződtünk, katonaként visszamegyünk szabadítani. Erről szól az életünk. De valahol értem, hogy valaki el akar távolodni ettől a rendszertől. És Isten ad erre egy utat, egy nagyon egyszerű utat. A naponkénti kereszthordozást. Egy mentális szabadulást ad a rendszerből. Tudjátok-e mi az? És hogyan gyakorol? Hogyan mehetsz ki, úgymond a pusztába anélkül, hogy tényleg csuhát kéne öltened, és kisétálnod az erdőbe, és elfelejtened hazajönni? Ez a kereszt. Senki sem lehet az én tanítványom. Aki, és ahogy több helyen ezt mondja, van egyszer, aki nem hagyja el az életét, én értem. Okay. Aki elhagyja az életét, én értem, az örök életre őrzi meg. Aki naponként fel nem veszi a keresztjét. Hogy írja még? Hogy? És nem tagadja meg önmagát.
Oké, tehát önmaga megtagadása, az én életem feladása az övéje, és a keresztem naponkénti felvétele. És erről mi sokat beszélünk, nem olyan egyszerű dolog ez. Önmaga megtagadása, az életem elhagyása az övéért és a kereszt felvétele. Ezek a halálról szólnak. A halál az a gondolat, amit a leginkább kerülünk. Egyáltalán nem akarunk, egyáltalán nem érezzük úgy, egyáltalán nem tanították nekünk, hogy a halál az a megmenekülés iránya lehet. Nem gondolkozunk a halálon. Nem gondolkozunk a vesztésen. A program pont fordítva van bevésve az agyunkba. Ugye, te bajban vagyok. Sanyi, mind gondolkozzak? Kérdezed a világi Sanyitól 20 évvel ezelőtt. És azt mondom, gondolkozz valami pozitív dolgon. Gondolj a vágyaidra, az álmaidra. Képzeld el, hogy ott vagy a tengerparton. Képzeld el, hogy megvan az új kocsi. Képzeld el, hogy karriert csináltál, és tiéd a vezérigazgatói asztal. És valójában azt mondom, hogy kösd hozzá magad még szorosabban ahhoz a hajóhoz, amely már süllyed. Úgy értem, tudod, olyan nyomasztó gondolataim vannak, Sanyi. Itt rohangálnak a matrózok, és azt kiabálják, hogy mindenki a fedélzetre süllyedünk. Én meg éppen akartam nézni egy filmet, DVD-n. Olyan rosszul érzem magam, és a szoba is olyan ferde, egyre ferdébb a szoba. És furcsa hangokat hallok kívülről. Mit tegyek, Sanyi? Ne törődj ezekkel a hangokkal. Képzeld el, hogy megszerzel egy nagyobb lakosztályt a hajón. Tudod, már közel vagy hozzá, hogy tiéd legyen a C kategóriás helyett a C2-es kategóriás szoba. És te, igen, a C2-es, az nagyon jó, de olyan furcsán ferde a padló. És még mindig kiabálnak a matrózok. A világnak ez a tanácsa, hogy rendezkedj be ide. És kösd hozzá magad minél jobban ahhoz, ami van. Istennek meg az a tanácsa, hogy szakadj el attól, ami körülvesz, mert ami körülvesz, halálra van ítélve. Egyrészt egy gonosz, téged nem szolgáló rendszernek a része, másrészt pedig halálra van ítélve. A Titanic süllyed. Ugye te mindegy, hogy milyen lakosztályt szerzel benne. És süllyed. Az egyetlen gondolat, amivel békességet találsz, az a mentőcsónak gondolata. És a mentőövé. És az egyetlen józan állapot, amivel megnyugodhatsz, az, ha szembenézel a halállal. És amikor ezt megteszed, amikor szembenézel azzal, hogy elveszíted mindazt, ami itt van, vagy legalábbis elveszítheted mindazt, ami itt van gyorsabban, mint gondolnád, akkor válsz képes arra, hogy helyesen cselekedj. Azt gondolom, hogy nem lehet másképp átvészelni egy válságot. Csak úgy, hogy szembenézel a legrosszabbra, bal, és a legrosszabbra fogadsz el Istentől egy megoldást. Ez a kereszthordozás. Ez az, hogy anélkül, hogy kimennél az erdőbe, elszakadsz ettől a világtól. Nem tudom kifizetni a számláimat, de azok Isten számlái. És megteszek mindent, amit ő mond nekem, de kész vagyok meghalni. Kész vagyok elbukni. Mert nyomorult ember vagyok. Nincs hatalmam a szél fölött. El kell, hogy fogadjam, hogy rászorulok. És naponként fölveszem a keresztemet, azaz naponként szembenézek a halállal. Naponként elfogadom az engem körülvevő értékek elvesztésének a lehetőségét. És ahogyan ezt elfogadom, úgy válok tőlük szabaddá. És persze ez egy vákumhoz vezet, egy ürességhez vezet. Itt van szükségem arra, hogy felismerjem Istent. Itt van az, hogy de hát eddig abban bíztam, hogy az állásom jelent valamit. Most azt mondod nekem, hogy reggel fölkelek, és azt mondom, ma fognak kirúgni az állásomból. Köszönöm, Uram. Dicsőség neked, milyen jó. Dicsérlek, Uram. Mától munkanélküli leszek. És abból a 32.000 forintból fogom túlélni a következő 3 évet, amit sikerült megspórolnom. Dicsőség neked, Uram.
Ugye te normális vagy, Sanyi? Te elmebeteg vagy. Nem, ha csak ezután a gondolat után nem az jön, hogy igen, eddig se volt nagyobb hatalmam. Az állásomat eddig se tudtam megtartani. A te kegyelmed, hogy volt állásom, és hogyha nincs, azután is te gondoskodsz rólam, mint ahogy azelőtt is te gondoskodtál. Úgyhogy 32.000 forint van a zsebemben, de te, Uram, ha akarsz, adsz nekem életet. És ha te nem adsz, akkor nincs életem akkor sem, hogyha az állásom megvan. És elszakadok, és elengedem, és elengedem, és elengedem, és szembenézek. És ahogy elengedem, nyitottá válik a szívem arra, hogy megragadjon egy új forrás, Krisztus, az ő ígéreteit, az ő valóságát. És a vörös tenger szétnyílhat, és ráüthetek a kőre, a puszta közepén, és víz fakadhat belőle. És az élet egy másik szinten válik sikeressé, hatalommal teljessé. A pusztának a győzelme, a pusztának az élete, ahol nem a stressz, nem a világrendszer, nem az őrület kerget, hanem ahol csend van, nyugalom, és egy természet feletti, vagy sokkal inkább úgy mondom, hogy az isteni természet és a természet feletti az, amivel élsz. És az egy élhető élet, ahol azon találod magad, hogy nem csak nagyobb nyugalmad, nagyobb békéd, hanem nagyobb hatalmad is van. Az ember nem tudja hatalmában tartani a szelet, bezárni sem tudja a szelet, és senkinek sincs hatalma a halál napja fölött. Háború idején nem engednek szabadságra senkit, és a bűn nem menti meg azt, aki elkövette. Úgyhogy kérjünk többet. Ne bütyköljünk egy kicsit a rendszeren, hanem mondjuk azt, hogy harcoljuk meg ezt a háborút dicsőséggel. Adj alázatot, Uram, és megtörtséget, és nyisd szét a vörös tengert. Ugrasd be a hegyet a tengerbe. Fakasz vizet ott, ahol nincs, hújjon manna az égből, Urunk, vagy te adsz nekünk életet, vagy elveszünk. De mind e közben, ahogy ez történik, tudjuk, hogy vár ránk egy élet. Vár ránk egy élet a túloldalon. Egy olyan, amely minden emberi elképzelést meghalad. Nem egy vakáció, hanem egy teljes rendszerváltás. Egy vadonatúj élet. És amikor ott ülsz a lövészárokban, és készülsz a halálra, ötödik napja nem fürödtél, ötödik napja, ötödik hete. Éhes vagy. Annyira fázol, hogy már nem is emlékszel rá, hogy milyen volt felmelegedni. És depressziós arcok vannak körülötted. És harmadik napja tart egy csata. Semmit nem tudok erről, nem voltam katona. De ha el tudod képzelni, hogy ez milyen lehet. Ha itt reménykedsz még valamiben, ha itt az a projekted, hogy nem is tudom, akkor nem fogsz jó döntéseket hozni. Akkor nem fogod megtenni azt, ami számít. De ha kész vagy szembenézni, ha kész vagy elfogadni azt, ami van, és megvan a reményed, és megvan a hited. Hányan láttátok a Ryan közlegény megmentése című filmet? Oké. Okay. Emlékeztek a mesterlövészre? Mesterlövész letette a fejét, és aludt, és békessége volt. És egy zsoltárt imádkozva harcolt. És persze eljött az ideje, meghalt. De hát ez hely, miért te arra számítottál, hogy nem fogsz? Úgy értem, tényleg? Hát úgy értem, tényleg? Az a projekted, hogy életben maradsz? Sok sikert kívánok! Úgy értem, hajrá! Ha sikerült, mondd el, hogy kell!
halál biztos, nincs hatalmunk felette. És háború idején nem engednek szabadságra. De megélhetjük ezt az életet méltósággal, dicsőséggel, békességgel, erővel és hatalommal, győztesen. És azt gondolom, hogy amikor ott ülsz egy lövészárokban, vagy próbálsz aludni egy félig lebombázott templomban éjjel, akkor a reménység, amiről a Gyuri beszél, egy egész más kategóriát vesz. Hogy nekem szükségünk van a reménységre. Miért? Mert néha az, ami körülvesz minket, az nem mond semmi jót. De a remény, a bizonyosság a jövőről, vagy egy koporson, vagy az elragadtatáson keresztül eljutok egy olyan helyre, amit Isten eredetileg készített nekünk. Ahol nincs fájdalom, ahol nincsenek könnyek, ahol olyanok leszünk, mint ő, ahol hatalom van, ahol szeretet van, ahol biztonság és békesség van, ahol egy olyan élet van, amit kibeszélni nem tudnánk, ha látnánk egyszer. Ez vár ránk. Hit, remény és szeretet. Ezekkel kell, hogy éljünk. És az az édes hízelgés, amit a világ mond az életről, az nem segít. Az árt. A Titanicon, amikor már megbillent, egy nagyobb szobára hajtani, az nem jó sikerrecept. Miközben a billenés előttig Isten igenis fog nagyobb szobát adni. És amit csak kell, úgy értem, ő nem szélsőséges. Ő tudja úgy csinálni, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. De azt tanítja, hogy vedd fel a keresztedet naponként, tagadd meg önmagad, és kövesd őt. És legyen az ő gondja, hogy mi lesz a birkákkal, mi lesz Egyiptommal, mi lesz a sereggel, mi lesz a Vöröstengerrel. Van részünk, oda kell menni, Mózesnek föl kellett emelni a botját, hogy nyíljon a tenger. Mondta Isten, állsz itt. Ezt mondta neki Isten, nyújtsd ki a te botodat, és menjetek át ezen a tengeren. És átmentek. És hogy lehet, hogy nekünk is kell tenni egymást, Isten vezet erre, dolgozunk, megegyezünk, várakozunk, döntünk. Éljük az életünket, ahogy Isten vezet. De mindez egy másik rendszer. Hit, remény és szeretet. Mennél jelent. Kérünk téged, hogy vezess minket. Kérünk, hogy tölts be, hogy érints meg, hogy jöjj hozzánk egész közel. Mert mind az, amihez eddig kötöttük magunkat, nem méltó rá, és nem alkalmas rá, hogy megtartsa az életünket. Ahogy egyre jobban körülnéztünk, nem találunk semmit, ami megtarthatná az életünket. Csak téged. Úgyhogy nem vagyunk bolondok, amikor önként veszítjük el azt, amit úgyse tarthatunk meg, azért, hogy megkaphassunk téged, akit aztán sose veszíthetünk el. Homokról kősziklára építünk. Bizonytalan alapról biztos alapra. A mi életünk helyett a te életedet választjuk. És a szakítás, az elfordulás pillanatai nehezek. De aztán, amikor megtaláltunk téged, szabad emberekként térünk vissza. És újra belekeveredhetünk a világ dolgaiba, de már érinthetetlenül. De már egy természet feletti bölcsességgel, és egy természet feletti erővel, szabadsággal. Szerzetesek lehetünk, akiknek nem kell kivonulniuk a világból, és nem kell csuhát se ölteniük. Mert a szívükben szabadok, a szívükben függnek tőled és kizárólag tőled.
Add nekünk ezt az életet, Jézus. Kérünk, add nekünk ezt az életet. És hogyha úgy vagy itt, hogy még soha nem tetted meg a legfontosabb lépést, az elsőt, Jézus Krisztus, a mindenható Isten felé, akkor kérlek, tedd meg most. Ez a lépés nagyon egyszerű. Arról szól, hogy elfogadod azt az örömhírt, azt a szabadulást, amit jelent, hogy Isten önmagát, a saját fiát adta a mi bűneinkért, a te bűneidért. Meghalt helyetted és érted, hogy te aztán élhess. Ez az evangélium. Úgyhogy csak kérlek, mondd utánam, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy 2000 éve itt voltál, és meghaltál helyettem. Meghaltál a bűneimért, a múlt, a jelen és a jövő minden bűnéért. És ha elfogadlak, mint a megváltómat, akkor örök életem lehet. Tiszta lehetek és szabad. Elfogadlak, Jézus. Adj nekem örök életet. Bocsáss meg a bűneimet. És vezess igazi bölcsességre, igazi életre. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Jó, köszönöm a figyelmeteket. Két gyors gondolat még. Az első, jövő héten Eurocon, azaz egy európai konferenciánk van itt. Kérlek, hogy gyertek el. Minden nap, vagy csak naponként, ahogy jól esik, de gyertek el. És azt gondolom, hogy jövő hét pénteken lesz eredményes élettalálkozó, de gyanítom, hogy valamilyen különleges vendéggel. Ugye a világ minden országából érkeznek vezetők, pásztorok, és jó néhányan vannak köztük, akik vállalkozók, és nagyon is eredményes életet élnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy lehet jövő héten egy vendég előadó. A második kérdésem az, hogy tervezünk egy evangelizációs alkalmat Szabó Anti új világrend előadássorozatával kapcsolatban. Azt találtuk jónak, hogy Anti tartana egy összefoglaló előadást, ami egy-másfél órában zanzásítva tartalmazná a teljes üzenetet. Egy nagyon emészthető, nagyon népszerű, nagyon szenzációs formában, és az evangéliumot. Csináltunk egy ilyet apologetika szinten egy pár évvel ezelőtt, és rendkívül sikeres volt. Ennek az előadásnak lett a címe a végső válasz nyomán, és most is fönn van az eredményes élet, illetve az istenlétezik.hu weboldalon. És a kérdésem az, hogy mikor csináljuk ezt az alkalmat. Mert ennek úgy lenne értelme, ha ti elhívnátok a barátaitokat, ismerőseiteket, és megtöltenénk ezt a termet olyan emberekkel, akiket érdekel a téma, és akik hitet keresnek. Leghamarabb két hét múlva pénteken tudnánk csinálni. Jó lehet ez egy ilyen időpontban, ugyanígy 8-kor kezdenénk, vagy csináljuk úgy, hogy kezdjük később, kezdjük 10-kor. Hogy legyen? Kinek jó a 8 órás kezdés? Nekem jó, a vendégeknek. A vendégeknek nem. Délután. Hogy? Délután. Délután. Jó, akkor egyelőre ezt hagyjuk függőben. Hagyjuk függőben, mert egy délutáni időpontot azt jobban meg kell szervezni. Legutóbb ezt délelőtt csináltuk, 10 órát. Mindenkinek meg kell mondani, hogy vonuljon ki a pusztára, nem? Ez az! Én fogjuk tartani a hármas határhelyet. Hát ez majdnem puszta. De ez hihetően emberek megszólni, hogy jó. Húsvét másnapján piknik. Locsolással egyre. És új világrend előadás sorozat. Jó. Oké, gondolkozzatok ezen, kezdjétek el megálmodni, hogy kiket hívnátok el, és akkor szerintem két hét múlva újra egyeztetünk e felől, és akkor egy végső dátumot kitalálunk. Köszönöm, Isten áldjon meg veleteket.
Tartsunk még egy kis repet. Vannak kérdéseidek? Van kérdés, hozzászólás? Oké, akkor el vagyunk.